Köszöntöm Önöket, ez a PANON televízió híradója, Más Attila vagyok. Ma augusztus 24-e van, bártalan napja. 182 esztendeje meghalt Kölcsei Ferenc költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége. 1941 éve a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és Herkuláneum városát. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. 2 hónapja nem volt ilyen kevés új koronavírusos beteg Szerbiában. Hivatalosan 57 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. Mától nyitnak a színházak és a mozik, koncertekre is lehet járni. Mégsem marad el idén a Palicsi Filmfesztivál. A nemzetközi szemlét szeptember 12-e és 18-a között tartják meg. Szerbia 3 fajta védőoltást szerez be a koronavírus ellen, írja a szerb sajtó. Jelentősen csökkent az újonnan regisztrált koronavírusos esetek száma Szerbiában. Az elmúlt 24 órában 57 koronavírusra pozitív személyt vettek nyilvántartásba, ami csaknem fele a tegnapinak. A betegségben 3-an hunytak el, ezzel 701-re nőtt a halottak száma. A szakemberek több mint 7000 tesztet végeztek el. A kórházban kezelt személyek közül 881, és azok közül pedig 44-en vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 30.714 koronavírusos esetet regisztráltak. Enyhítések léptek ma életbe Szerbiában, több hónap szünet után kinyithatnak a színházak, a mozik, újra lehet koncertekre járni, valamint látogatóba menni a szociális intézményekbe. Persze mindent továbbra is szigorú szabályok mellett. Nézzük a részleteket. A kulturális eseményeken a nézők száma nem haladhatja meg az 500-at. Ez azt jelenti, hogy a mozikban és a színházakban, de a nagyobb csarnokokban és arénákban sem lehet egyszerre több, mint 500 néző. Emellett a szervezőknek be kell tartaniuk az összes megelőző intézkedést az események szervezésekor. Da to automatski ne znači da će od ponedeljka odmah biti repertoari, da će odmah da budu predstave i znači filmovi od početka sledeće nedelje. Izdate su striktne preporuke praktično za sve segmente koje uključuju i zaposlene i posetioce. Kada su u pitanju glumci, zbog prirode njihovog posla nije predviđeno da tokom same predstave nosse maske. Hozzátette, biztosítani kell a nézők között a 1,5 méter távolságot, vagyis a kulturális létesítmények fele annyi belépőjegyet adhatnak el, mint rendes körülmények között. A mentális egészség megóvása érdekében látogathatók a szociális intézmények, idős otthonok gondozottjai előzetes bejelentkezés után munkanapokon 10 és 18 óra között. A nyílt téren tett látogatás nem tarthat tovább 15 percnél, és a gondozott hetente 2-szer fogadhat látogatót. Dakle, noćni klubovi ne mogu da rade, još je i dalje na snazi mera zabrana javnog okupljanja više od 10. Dakle, ove mere se odnose samo na kulturu, ovo što je doneto. Legalább jövő tavaszig szükség lesz a maszkok viselésére Szerbiában. Erről beszélt a szerbiai válságstáb tagja hétfőn. Branislav Tiodorovic szerint egyre több dolgot engedélyeznek az országban, de a felelősségteljes viselkedés elengedhetetlen. A szakorvos szerint a legnagyobb kockázatot jelenleg a nyaralásról hazatérő turisták okozzák. Aláhúzta, amennyiben emiatt nálunk is ugrásszerűen nőne a fertőzöttek száma, akkor el kell gondolkodni a karanténkötelezettség bevezetésén. A tartományi Székvárosban működő mozik és színházak is készülnek az újranyitásra. Az Újvidéki Színház szeptember 2. felében tervezi bemutatni legújabb előadását. Az Újvidék központjában lévő Aréna mozik szeptember 1-től várja újra a filmrajongókat. Pa vidite, ja radim u bioskopu, a mislim da je vreme, ali da opet bude neka distanca. Nisam za stadione, za utakmice, ali za bioskope jesam. A legtöbben örülnek a mozik és a színházak újranyitásának. A járványügyi előírásokról ugyanakkor eltérők a vélemények. Ali mislim da nije potrebno, da treba kao jedno mesto razmaka da se drži između. Misliš da to nije potrebno? Da. radujem se, ali iskreno da budem, ne bi se usudila da odem, inače sam veliki obožavalac pozorišnih predstava. A színházak és a mozik közel fél éves kiesés után folytathatják a munkát. Az Újvidéki Színház épületébe a tervek szerint szeptember 21-én térhet vissza a közönség. Az első előadás, amit megtekinthetnek majd, Pintér Béla parasztoperája lesz. A Szegedi Nemzeti Színházzal közösen készített produkciót eredetileg márciusban tervezték bemutatni. A szeptemberi premiéren a járványhelyzet miatt a szegedi kollégák nélkül játsza a darabot az Újvidéki Színház társulata. A járványügyi intézkedésekhez igazodva a színház nagyterme egyszerre mintegy 50 nézőt tud fogadni. Hát nyilvántartást kell, hogy vezessünk arról, hogy melyik nézőnk, mikor, melyik előadáson vett részt, és ahhoz a nézőhöz ugye egy bizonyos kontaktusunk kell, hogy legyen. Továbbá a nézőtéren is a nézőnek kötelező a védőmaszk. Ha ő nem rendelkezik védőmaszkkal, a színháznak biztosítania kell majd ezt a védőmaszkot. A színházba való belépéskor a nézőknek testhőmérsékletmérésen és kézfertőtlenítésen kell majd átesniük, valamint a lábbeliüket is fertőtleníteni kell. A mosdóban pedig egyszerre csak egy néző tartózkodhat. Hogy senki nem hisz senkinek semmit. Mégsem marad el idén a Palicsi Filmfesztivál. A Szemletanácsa ma úgy döntött, hogy a nemzetközi filmszemlét szeptember 12 és 18-a között tartják majd meg. Misa Mogorovics, a fesztivál programigazgatója a médiaházunknak elmondta, hogy a 27. Palicsi Nemzetközi Filmfesztivál teljes egészében minden tervezett programjával kerül a közönség elé. A filmeket Palicson és Szabadkán vetítik majd, a szemlén kiosztják az összes eddigi fesztiváldíjat is. Többek között a Ritka Sándor díjat is, amelyet idén Mirjana Karanovicsnak a 40 éves sikeres munkásságáért ítéltek oda. Alig egy hét van hátra a tanévkezdésig Szerbiában. Mladen Šarčević szerb oktatási miniszter szerint egyre kevesebb szülő támogatja a távoktatást. Vajon milyen feltételek mellett kezdhetik meg az általános és középiskolás diákok az iskolaévet? Milyen szabályokat kell betartaniuk a járványhelyzet miatt? Egyre kevesebb szülő támogatja a távoktatást, nyilatkoztam a Mladen Šarčević Ópázovában, ahol meglátogatta az egyik általános iskolát. A szerb oktatási miniszter elmondta, a felmérés a múlt héten kezdődött, ekkor a szülők nagyobb százaléka támogatta az oktatás online térben való folytatását, azonban ez a szám egyre alacsonyabb. Az általános iskolákban 15 fős létszámmal, 30 perces órákkal és nagyobb szünetekkel zajlik majd a tanítás, valamint a maszkviselés is kötelező a tanulóknak és a tanároknak. Bilo je negdje ispod 5-4,5, sada u nekim sredinama 1-2-3%. Znači da roditelji i deca žele i ono što je meni važnije, veruju svojoj državi i sistemu u kojem mi radimo. Arról, hogyan fog zajlani a középiskolai oktatás, Baráth Gábor Gergely nyilatkozott a PANON presszó műsorában. A Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottságának elnöke kiemelte, a középiskolákra 2 modellt dolgozott ki az illetékes minisztérium. Az a modellnek a lényeg, hogy a diák online, tehát otthonról követi az oktatást, a B modell pedig egy ilyen kombinált elképzelés, kombinált verzió, tehát egy hetet az iskolába, egy hetet pedig otthonról, de azt is ugye úgy határozta meg a minisztérium, hogy ha 16 főnél több a tanuló van az osztályban, akkor az osztályt 2 csoportra osztják. Baráth Gábor Gergely hozzátette, abban az esetben, ha valaki az online oktatás mellett dönt, ez annyiban fog különbözni az előző fél évtől, hogy a diáknak az osztályzásra be kell mennie a tanintézménybe, emellett a középiskolákban is rövidített órák lesznek, a maszkviselés pedig mindenkinek kötelező lesz az iskola területén. Az iskola kezdés elhalasztását javasolja a Szerbiai Tanügyi Dolgozók Szakszervezeti Uniójának főbizottsága Szerbiában. Legalább 2 hét halasztást kértek, döntésük igazolásaképpen 5 érvet sorakoztattak fel a halasztás mellett, melyek közül első helyen arra hivatkoznak, hogy a helyi önkormányzatoknak nincs pénzük maszkok és fertőtlenítőszerek beszerzésére, ezért időre van szükség a tanulók és a tanárok fogadására. Emellett kitértek arra is, hogy az iskolák még nem kapták meg a leredukált tanterveket és programokat sem. Értékelésük szerint világos utasítások nélkül helyhiány, nagy létszámú osztályok és sok szerbiai fertőzött mellett szinte lehetetlen biztonságos iskolai környezetet biztosítani. Miközben a szerbiai tanügyi dolgozók szakszervezeti uniója az iskolakezdés elhalasztását kéri, addig a Muzsdán, az egyik legnagyobb bánáti kétnyelvű iskolában készülnek a tanévkezdésre. A nagybecskereki iskolaigazgatókkal ma is tárgyaltak a nagybecskereki önkormányzatban. A muzsdai iskolában készek a tantermek a rendkívüli körülmények közt induló tanévre. A diákok elosztása a kisebb létszámú magyar osztályokban könnyebb lesz, mint a szerb osztályok esetében. Augusztus 31-én fogadjuk a szülőket, a jövendőbeli elsősöket, meg az 5. osztály szülőket. Majd megbeszéljük a szülőkkel, hogy ez az új rendszer szerint mi a kötelességük, és a gyerekek is hogy kellene, hogy viselkedjenek az iskolában. Az iskolakezdés különösen az elsősök számára emlékezetes esemény. Monić Lídia tanítónő a központi iskola épületben 15 magyar elsőst vár. Kétszer tartottunk ilyen óvodás előkészítő programot, és itt féleképpen megismerkedtünk velük, de ez nagyon kevés. Ez valóban nagyon kevés, hiszen ez csak egy ilyen egyórás alkalom volt, egyszer és kétszer, ugye? És a másik dolog viszont az, hogy a gyerekeknek az elsőbe indulás, ez egy olyan dolog, amely megpecsételi őket egy egész életre. Az ember mindig visszaemlékezik arra. A szülői értekezleteket és a tantestületi üléseket az iskolaépületen kívül tartják. A nagybecskereki városházán pedig folyamatosan tárgyalnak az iskolaigazgatókkal a további részletekről. Ma is volt egy megbeszélésük. Kértünk segítséget is tőle végképp a fertőtlenítőszerekkel, ami mindig hiány van, végképp ilyen két épületben, nagy iskolákban. Mindent reméljük, hogy meg is fogjuk kapni, és hogy az iskolánk elindul szeptember 1-én. A legnagyobb kétnyelvű középbánáti általános iskola a 2020-21-es tanévet 563 diákkal kezdi. Mától ismét látogatható a Szabadkai Gerontológiai Központ. Az intézmény közleménye szerint a látogatóknak előre ki kell tölteni egy kérdőívet és azt elküldeni a központ e-mail címére csütörtökig. A pénteki jóváhagyás után a látogatás 15 percig tarthat az intézmény udvarában egy illetékes jelenlétében, aki felügyeli, hogy betartják a szigorú óvintézkedéseket. A látogatóknak arcpajzsot kell viselnie. Szerbia 3 fajta koronavírus elleni védőoltást szerez be a közeljövőben, hírja a szerb média. Legkorábban novemberben Kínából érkezik majd a vakcina. A szerbiai válságstáb a kínai, az orosz, valamint az AstraZeneca és az Oxfordi Egyetem közösen fejlesztett koronavírus vakcinájának dokumentációját is tanulmányozza. Az ország az év végéig legalább egy védőoltást be fog szerezni, nyilatkozta korábban Alexander Bucsi. A szerb államfő akkor azt mondta, a következő 3 hónapban várható a vakcina, és akkor vége lesz a koronavírusnak és minden másnak is. Az elmúlt 24 órában nem vettek fel újabb koronavírus gyanús esetet a Szabadkai Közkórházba, tájékoztatta az egészségügyi intézmény. Az illetékesek 15 vizsgálatot végeztek el, ebből 5 ellenőrzés volt. Egy személyt további otthoni lábadozásra küldtek. Jelenleg összesen 22 koronavírussal fertőzött személyt kezelnek a kórház Covid részlegén, senki sem szorul lélegeztetőgépre. Az intézményben dolgozók között sem regisztráltak újabb gyanús esetet, olvasható a napi jelentésben. A városnapot követően minden szabadkai helyi közösségbe ellátogatnak az önkormányzat munkatársai annak érdekében, hogy felmérjék az ott uralkodó állapotokat és a polgárok igényeit. Dr. Pásztor Bálint, a városi képviselőtestület elnöke elmondta, hogy a 7 tagú városi tanácsba Kern Imre alpolgármester mellett 3 tanácstagot delegálhatott a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint egy polgármesteri segédet. Szavai szerint ez masszívabb jelenlétet biztosít a testületben, mint amilyen az előző években volt, valamint hogy minden polgár érdekére odafigyelve működjön a városvezetés. Pásztor elmondta, 2 alapvető célkitűzéssel látnak munkához, amelyet már a kampány folyamán is megfogalmaztak. Az egyik Szabadka évszázados jellegének a megőrzése, tehát mi azt szeretnénk, ha Szabadka egy közép-európai város maradna, hiszen Szabadka legalább annyira a miénk is, mint a velünk együtt élőké, illetve mindenki másé. Emellett pedig azt szeretnénk, ha a 21. századi életkörülmények között élhetnének az emberek. Innen a Városházától 2 kilométerre már olyan körülmények uralkodnak, amelyeken az elmúlt évtizedekben senki nem volt képes vagy hajlandó változtatni. Éppen ezért oda fogunk arra figyelni, hogy ahova csak lehet, eljuttassuk az aszfaltos utat, azért a 21. században ez egy magától értetődő dolog, bővüljön a csatornahálózat, az ivóvízhálózat, hogy a közművek elérhetőek legyenek a lakosok számára. Ez az a 2 célkitűzés, ami minden mást felölel. A Dr. Pásztor Bálinttal készült teljes beszélgetést a Híradó Pluszban láthatják. Hamarosan használhatóvá válik a Martonosi Művelődési Ház nagy terme, jelenleg az utolsó simításokat végzik. Az elmúlt időszakban megújult az épület utca felőli homlokzata, nemrégiben pedig a padló burkolatot is rendbe hozták. A közeljövőben a színpad felülete is megújul majd. A felújítások anyaországi támogatásokból valósulnak meg. 10 szakcsoportnak ad otthont a Martonosi Művelődési Ház. Énekesek, zenészek, táncosok, hagyományápolók egyaránt használják az épületet. Játszunk is, ünnepségeken is fölépünk. Vannak táborok, kézműves foglalkozások, rajzolunk, játszunk. Felújították a padlót a göröncsérezésnél. Agyagból készítünk dolgokat, többnyire sárgaföldből. Az elmúlt hetekben megújult a nagy terem padlózata, ami egy masszív burkolatot kapott annak érdekében, hogy még színvonalasabbá tegyék az itt megtartott rendezvényeket. Ez egy jó minőségű burkolat, ami úgy gondolom, hogy legalább 100 évet ki kell, hogy bírjon. Kopásálló gránitlapokat raktunk le, és arra is ügyeltünk, hogy ne csúszson, de viszont takarítható legyen. A martonosi művelődési élet nagy része az épületben zajlik. A helyiek örömmel fogadták az elmúlt években az újításokat, hamarosan pedig a színpad is megújul majd. A polgárok eljönnek, tehát jó visszajelzés van, tetszik nekik, mióta meg van csinálva a padlófűtés, meg a belső terem belülről föl van újítva, azóta mindig megtartjuk az új évvárást, nagyobb rendezvények vannak. A további tervek között szerepel a művelődési ház udvar felüli részének a felújítása, a vizes kulcspontok megújítása, valamint az épülethez tartozó valamikori könyvtárat is szeretnék visszaállítani eredeti funkciójába. Mini koncerttel, arcfestéssel, finomságokkal kedveskedtek Szabadkán azoknak, akik adakoztak Pál Gajódi Olivér részére. A bajnoki SMA egy betegségben szenvedő kisfiú számára vasárnap tartottak gyűjtést a város főterén. 300 000 dinárt sikerült összegyűjteni. Az elmúlt hetekben egyként fogtak össze a vajdaságiak annak érdekében, hogy összegyűjjön a pénz Pál Gajódi Olivér gyógykezelésére. Ezúttal Szabadka központjában tartottak jótékonysági akciót, amelyre rendhagyó programokkal várták az adakozni vágyókat. Razno imamo od kolačića, limonade, dekupaži, igračke garderobe. Devojka koja pravi frizure, devojka koja crta na lice, testa domaćeg, svega, raznovrsni, jako je veliki program, raznovrsno je, ima svega i svačega. Namenjeno je za dečaka Olivera. Ines Bajić mini koncerttel vett részt az akcióban. Svi smo različiti, ali svi smo se našli i snašli i svi se jako lepo slažemo. Doduše ovdje sam pola sata otprilike samo, ali jako je lepa atmosfera i eto, svi smo tu za njega. A 8 hónapos bajnoki kisfiúnak SMA egy nevű betegsége, vagyis gerinc eredetű izomsorvadása van. A gyógyszer, amelyre szüksége van, több mint 2 millió euróba kerül, és csak Amerikában érhető el. Nagyon szép, ugye, hogy Vajdaság összefogott, de sajnálatos, hogy ugye egész Szerbia nem tudott összefogni, mivel mégiscsak ugye szerbiai gyerek, ugye, és szerintem hát az egész országnak össze kellene fogni, nem csak Vajdaságnak. Vajdaság tényleg szépen összefogott, és a Facebookon, a licit csoportokon is nagyon szépen gyűlik a pénz, meg itt is elég sokan eljöttek, úgyhogy szép. A szabadkai akció mellett Bajmokon és Bács-Kossuth-falván is tartottak gyűjtést vasárnap. Nézzük, mivel foglalkozunk még Híradónk folytatásában. Egy hét alatt 400 000 hektárt pusztítottak el Kaliforniában a borzgút tüzek. Moldovában lép pályára az Európa-liga első selejtező körében a topolyai TSC. A kereskedelem fellendítésével kapcsolatban fogadott el intézkedéscsomagot az Európai Bizottság. Az Európai Unió ezt a könnyítést Szerbia mellett még 19 ország számára javasolja. Az intézkedéscsomag értelmében ez a 20 állam alacsonyabb vámmal vagy akár vámmentesen viheti be termékeit az EU-ba. Az intézkedések a koronavírus járvány gazdasági következményeit hivatottak enyhíteni. Szerbián kívül a javasolt változtatások érvényesek a többi között Izlandra, Norvégiára, Svájcra, Ukrajnára, Albániára, Bosznia-Hercegovinára, Észak-Macedóniára és Montenegróra. Magyarországon 36-tal nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, ezzel 5191-re emelkedett a beazonosított fertőzöttek száma. Újabb elhunytról nem számol be a koronavírus.gov.hu. Kórházban 59 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen. Az oldal adatai szerint 7917-en vannak hatósági házi karanténban. Magyarországon továbbra is érvényben van a járványügyi készültség, hogy elkerüljék a további szigorításokat, korlátozásokat, ezért léptek életbe a beutazási korlátozások, amelyek célja, hogy megakadályozzák a fertőzés külföldről történő behurcolását és a járvány magyarországi fellángolását. Szeptember 1-től a jelenleginél szigorúbb szabályt készülnek alkalmazni a külföldi utazásokra, amire az e heti kormányülésen tesz javaslatot az operatív törzs. Horvátországban egyetlen nap alatt újabb 275 embernél mutatták ki a koronavírust. Az esetek többsége a tengerpartokhoz köthető. A fővárosban és Split, Dalmácia megyében van a legtöbb beteg. A hatóságok mától újabb szigorításokat vezetnek be, ez főleg a vendéglátóhelyeket érinti. Közben egyre több ország sorolja rizikóterületek közé Horvátországot, emiatt a nyaralók tömegei indultak haza, hogy elkerüljék a kéthetes karantént. A romló járványügyi helyzet miatt Szlovénia is piros listára tette Horvátországot. Hétfőtől az onnan érkezőknek negatív koronavírus teszttel kell rendelkezniük. Ausztria felé ezt már korábban bevezették. A horvát válságstáb tagjai szerint a következő napok kulcsfontosságúak a járványügyi helyzet kezelése szempontjából. Sada smo u velikom riziku da bi stvar mogla izmaći kontroli ako ne budemo ponovo napravili sve ono što trebamo raditi. Dakle, dovoljno testiranja, izolacija pozitivnih ljudi i samoizolacija kontakata, a za sve građane ova fizička distanca, tamo gdje se ne može nošenje maski. Kevesebb a migráns török Kanizsa és magyar Kanizsa térségében. A bevándorlók legtöbbször csak rövid ideig tartózkodnak ezeken a településeken, céljuk, hogy minél előbb átjussanak a magyar-szerb határon. Csendes és nyugodt volt török Kanizsa és környéke, stábunk nem találkozott migránssal a településen. A helyiek szerint mostanában ritkán látnak illegális bevándorlókat a környéken. Mi nemamo problema sa njima. Za sad, ja sam čula da neko, šta ja znam gde su, nastavljene da imaju problema, bilo je preko televizije, ali mi stvarno nemamo, oni su tu prolazni, evo sad nećete vidjeti ni jednog, i dođe neka grupa i za dan ili u toku večere oni se dalje, verovatno, kaže na granicu, za idu na granicu. Nem hivatalos információk szerint az elmúlt napokban egy egyiptomi származású bevándorló a Tiszába fulladt török Kanizsa környékén, amikor Magyarország területére próbált átúszni. Az információink szerint az elhunyt férfit Újvidékre vitték, majd miután azonosították, Egyiptomba szállították, ahol el is temették. Ez pedig már magyar Kanizsa. Hétfőn délután ügyeiket intézik az emberek a központban. Egyre kevesebb a migráns magyar Kanizsán. A helyiek szerint az illegális bevándorlók csak átutazóban vannak jelen a városban, és csak esténként jelennek meg. Céljuk továbbra is az, hogy az Európai Unió területére jussanak. Mindössze 2 migráns ült a padon a település központjában. Várták a buszt, nem viseltek maszkot. A marokkói illegális bevándorlók többször próbáltak átjutni a szerb-magyar határon, illetve a magyar-román határon is kísérletet tettek, de nem jártak sikerrel. سباحة هاو ووتر بيج باليم باليم go finish. A helyiek szerint nagyon változó a menekültek száma. Egyik nap nagyobb csoportok jönnek, míg máskor szinte nem is látni őket. Annyi most jelen pillanatban nincs, mint volt, de hát a helyzet az mindig változó. Tehát jönnek is, meg mennek is, meg Porgoson többen, szerintem. Martonos felé jobban, inkább, de Banyánál, lent a fürdő, gyógyfürdőnél ottan többen. A Magyarországos Rendőr Főkapitányság tájékoztatása szerint csütörtöktől vasárnapig 276 határértővel szemben intézkedtek a szerb-magyar határon. A román és horvát határszakaszon 13 migráns fogtak el az egyenruhások. Lecsökkentek a vérkészletek. Magyarországon emiatt csak a halaszthatatlan beavatkozásokhoz tudnak készletet biztosítani, tájékoztat az Országos Vérellátó Szolgálat. Arra kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi magát, és az utóbbi 14 napban nem járt külföldön, menjen el vért adni. Az országos készlet a koronavírus járvány okozta helyzet, a nyári szabadságok, valamint a hosszú hétvége miatt csökkent. Mindaddig, amíg a véradások száma újra elégséges nem lesz, kizárólag halaszthatatlan beavatkozásokhoz tudnak vérkészítményeket biztosítani. Egy hét alatt 400 000 hektárt pusztítottak el Kaliforniában a bozót tüzek. Emberek tízezrei menekülnek a lángok elől, az amerikai állam egyes részeit teljesen befette a füst. 13.700 tűzoltó küzd a lángokkal, mindenkinek ébernek kell lennie, és rendelkeznie kell egy menekülési tervvel, hangsúlyozták a helyi illetékesek. Gavin Newsom, kaliforniai kormányzó, Ausztráliához, Kanadához és néhány amerikai tagállamhoz fordult segítségét. A kormányzó már szerdán rendkívüli állapotot hirdetett ki Kaliforniában. A klinikai tesztek eredményei arra utalnak, hogy megmérgezték Alexej Navalnyi orosz ellenzéki politikust, írja az MT, egy berlin egyetemi kórház orvosainak közleményére hivatkozva. Hozzátették, hogy Navalnyi állapota súlyos, de nincs akut életveszélyben. Orvoscsoport vizsgálta meg minden részletre kiterjedően a beteget, amint megérkezett. Azt egyelőre nem tudják pontosan, milyen anyaggal mérgezték meg a politikust. Még azt sem lehet kizárni, hogy a mérgezés maradandó idegrendszeri károsodást okoz, írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Navalnyi egyébként csütörtökön tárgyalt Szibériában és Moszkvában repülve lett rosszul, miután a repülőtéren megivett egy teát. A kómában Omszkba szállított 44 éves politikus állapota továbbra is súlyos. Zenetábort tartanak az Óbecsei névkönyvtárban. A legkisebbeknek délelőtt zeneműhelyt szerveznek, a nagyobbak délután hangszeres és énekórákon vesznek részt. Mondókákat mondanak és gyermekdalokat énekelnek magyarul is, szerbül is a gyerekek az Óbecsei Népkönyvtár udvarán. Az apróságok otthon is megmutatják, mit tanultak itt. Jankáért a nagymamája érkezett. Nagyon élvezi, alig várja, hogy jöjjön, szereti a társait. Vannak régi ismerősök, újból találkoztak, úgyhogy igen, meg van elégedve. Délutánonként a gitározás, basszusgitározás, zongorázás, dobolás, hegedülés, cimbalmozás, valamint a pop és rock éneklés alapjaival ismerkednek a résztvevők. Teleki Áron most harmadszor vesz részt ebben a táborban. Ezelőtt 2-szer gitárra, most úgy döntöttem, hogy cimbalom, és mellé még gitározom is. A cimbalom eléggé érdekes hangszer, és azért tetszik, mert nagyon jó rajta játszani. Az idén először lehet cimbalmozni a táborban. Az óbecsei gyerekek a Forrás Magyar Népművészeti és Kulturális Oktatóközpont jóvoltából ismerkedhetnek a hangszerrel, a Csóri Sándor alap támogatásával pedig sikerült egy cimbalomhoz is hozzájutni. A hangszert sokan keverik a citerával. Pár éve már hungarikum a cimbalom. Egyébként a citarafélék családjába tartoznak, akkor át nem tévednek egyébként ezzel kapcsolatban. És van még egy olyan érdekessége, hogy az óbecseiek számára, hogy maga Allaga Géza, aki Óbecsén született, őt nevezzük a cimbalomoktatás atyának, tehát hogy ilyen kötődése is van óbecseieknek a cimbalomhoz. A könyvtárban ez már a harmadik zenetábor, évről évre nagyobb az érdeklődés iránta. Ove radionice kako za malu decu, tako i učenje instrumenta, vrlo kreativne i deca time ispunjavaju svoje slobodno vreme, a s druge strane dokazano je da muzika jako utiče i na razvoj dece u najranijem uzrastu, da prosto deca imaju bolju motoriku, pamćenje i da im se razvijaju i druge sposobnosti. Az óbecsei zenetábor csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart. Változóan felhős időre számíthatunk a hét első két napjában. Kedden megszűnik a hőség, de marad a nyárias idő. Helyenként erősebb felhős területekkel holnap éri el térségünket egy jelentősebb nedves léghullám. Akkor helyenként előfordulhat záporzivatar, ezért holnap elmaradhatatlan kellékünk lehet az esernyő. Az előrejelzések szerint a hét második felében ismét száraz napsütésben gazdag időre készülhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 18 és 23 fok közé süllyedhet a hőmérő higanyszála. Ma este gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket, mert leginkább a szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedőket viseli majd meg. 50 év után egy tudományos expedíciónak köszönhetően újra találtak szomáli elefánt cickányt Észak-Kelet-Afrikában. Az apró emlős, amely hosszú orráról kapta nevét, rendkívül gyors, akár óránkénti 30 km-es sebességgel is tud futni. Az 1970-es évek óta tartották számon az eltűnt fajok között. Mindössze 39 példányának maradványait őrzik a világ természettudományi múzeumaiban. A Globális Természetvédelmi Szervezet a 25 legkeresettebb eltűnt faj között tartja számon ezt az állatot. A felfedezés igazolta, hogy a szomáli elefántcickány jelenleg is élőfaj, és jóval Szomália határain kívül is megtalálhatóak az egyedei. Történelmi mérkőzésre készül a TSC labdarúgó csapata, a topolyai kék-fehérek ugyanis csütörtökön Moldovában lépnek pályára az Európa-liga első selejtező körében. A csapat játékosain, szakmai stábján, illetve a klubban szintén elutazó újságírókon ma az utazáshoz elengedhetetlen koronavírus tesztet is elvégezték az akadémián. A tervek szerint az összecsapásra a PANON RTV is elkíséri a TSC együttesét, a topolyakat irányító Szabó Zoltán. Egy szoros és nehéz mérkőzésre számít, de cél a továbbjutás. A koronavírus járvány miatti visszavágó ezúttal nem lesz, idegenben kell kiharcolni a pozitív eredményt. Szerintem egy ilyen 50-50%-os mérkőzést várok. A Petrokub egy komoly csapat, évek óta ott van már az Európa selejtezőkben, nem jutott tovább, de amikor kiesett, mindig jobb csapattal játszott, és nagyon szorosak voltak a mérkőzések. Van 5-6 moldáv válogatott játékosuk, van nekik egy játékfilozófiájuk, amit elég jól csinálják, úgyhogy egy komoly mérkőzésre számítok, de bízok a csapatomban és bízok a továbbjutásban. A női szuperliga harmadik fordulójában a TSC csapata egy őrült meccsen győzte le Belgrádban a Crvena Zvezda lányait. A találkozó első félideje 3-0-ás hazai vezetéssel zárult. A folytatásban viszont jött a nagy fordulat. A magyar kanizsaiak 9 perc alatt kiegyenlítettek, majd a bírói ráadásban a kékfehérek középcsatára, minek Kecman kilépett a védők közére és a kimozduló kapus mellett megszerezte a Tiszamenti együttes negyedik gólját. A végeredményt Crvena Zvezda, a TSC Magyar Kanizsa 3-4. Kihirdette a szeptemberi Nemzetek Ligája mérkőzésekre készülő keretét Marco Rossi, a Magyar Labdarúgó Válogatott szövetségi kapitánya. A névsorban 4 újoncot is találunk: Cseri Tamás, Babati Benjamin, Schaffer András és a vajdasági Szőke Adrián. Szőke Adrián tavaly novemberben kapott először meghívót magyar utánpótlás válogatottba. Gera Zoltán az U21-es nemzeti csapat keretében számított a játékára. A korábban a szerb utánpótlás válogatottban is megfordult csatár rögtön az első mérkőzésén eredményes volt. Szőke néhány nappal később pályára lépett az osztrákok elleni találkozón is a Puskás arénában, most pedig már Marco Rossi A-válogatottjában bizonyíthat. A magyar csapat szeptember 3-án Törökországba látogat, majd 6-án az oroszokat fogadja. Két alapvető célkitűzéssel lát a munkához dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai VKT új elnöke. A város évszázados jellegének megőrzése mellett az önkormányzat munkájában kiemelt szerepet kap még 21. századi életkörülmények biztosítása minden polgár számára. Pásztor elmondta, 3 tagot delegálhatott a VMS a városi tanácsba, valamint az alpolgármester és a párt soraiból került ki Kern Imre személyében. A tervekről és további személykérdésekről dr. Pásztor Bálint Lobod Árpádnak beszélt a Szabadkai Városházán. Köszöntöm a nézőket! Szabadkán megalakult a városi képviselőtestület, megválasztották a városi tanácsot és a polgármestert is. Dr. Pásztor Bálinttal, a VKT elnökével beszélgetek. Jó napot kívánok, elnök úr! Először is engedje meg, hogy első munkanapján gratuláljak. A Vajdasági Magyar Szövetségnek évtizedek óta Szabadkán nem volt ennyi képviselője a képviselőtestületben. Mire fogják felhasználni ezt az érdekképviseletet? Mi az, ami önöknek most fontos, ami Szabadka magyar ajkú lakosainak fontos? Köszönöm szépen, ezt a bizalmat arra fogjuk felhasználni, hogy a legjobb tudásunk szerint képviseljük azoknak az érdekeit, akiknek köszönhetően 22 mandátummal rendelkezik a Vajdasági Magyar Szövetség a városi képviselőtestületben. Folyamatban vannak a koalíciós egyeztetések a szerb haladó párttal, a többi tisztségre vonatkozóan is. Jelen pillanatban az világos, hogy az alpolgármesteri hely, illetve a 7 tagú városi tanácsból 3 tárcát a Vajdasági Magyar Szövetség politikusai irányíthatnak, ők felelnek érte, illetve a városi képviselőtestület elnöki és titkári posztja illetett meg bennünket, és egy polgármester segéd is. Ez masszívabb jelenlét, mint ami az elmúlt 4 évben kitapintható volt. Ma már az első egyeztetés is megvolt az új polgármesterrel. Nekünk az az érdekünk, hogy jó hangulatban mindenkinek az érdekeire odafigyelve működjön az új városvezetés. Egészen konkrétan arra gondolok, hogy a magyar emberek szempontjából fontos ügyek hangsúlyosabban jelenjenek meg az önkormányzat munkájában, mint ahogy az előző mandátumban volt. A választási kampány során ön járta a terepet és megismerkedett az embereknek a mindennapi gondjaival. Milyen mértékben sikerül ezt konkrét tervekbe majd átvinni az elkövetkező 4 évben? Tehát mik azok a projektek, amelyekért ön és hát a városi tanács VMS-es tagjai majd kiállnak? Én nagyon örülnék annak, ha csapatként működne a városvezetés. A Vajdasági Magyar Szövetségnek megvannak a prioritásai természetesen, de ha az fog működni, ami az elmúlt 4 évben is volt, hogy az önkormányzaton belül kiszorítósdi folyik, ha az fog működni, hogy mindenki csak a saját ügyeit intézi, akkor nem lehetünk sikeresek. Éppen ezért a polgármesterrel ma reggel úgy beszéltem meg, hogy csapatként működünk, és mindenkinek az ügyeire, mindenkinek a prioritásaira odafigyelünk. Mi meg fogjuk valósítani azt, amiről a kampányban beszéltünk. Ezt 2 célkitűzés megfogalmazásával fejeztük ki. Az egyik Szabadka évszázados jellegének a megőrzése, tehát mi azt szeretnénk, ha Szabadka egy közép-európai város maradna, hiszen Szabadka legalább annyira a miénk is, mint a velünk együtt élőké, illetve mindenki másé. Emellett pedig azt szeretnénk, ha a 21. századi életkörülmények között élhetnének az emberek. Innen a városházától 2 kilométerre már olyan körülmények uralkodnak, amelyeken az elmúlt évtizedekben senki nem volt képes vagy hajlandó változtatni. Éppen ezért oda fogunk arra figyelni, hogy ahova csak lehet, eljuttassuk az aszfaltos utat, azért a 21. században ez egy magától értetődő dolog. Bővüljön a csatornahálózat, az ivóvízhálózat, hogy a közművek elérhetőek legyenek a lakosok számára. Ez az a 2 célkitűzés, ami minden mást felölel. El fogunk indulni terepre szeptember első napjaiban a városnapot követően, minden helyi közösségbe el fogunk menni, föl fogjuk térképezni az állapotokat, az igényeket, és egy cselekvési tervet fogunk kidolgozni, amely mentén tervezett formába is átgondoltan zajlik majd a városépítés. Néhány mondatot már mondott a városi tanácsról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség alpolgármestere Kern Imre lett, még a tanácsban 3 hölgy is helyet kapott. Egyes nevek már ismerősek, mások újak, vagyis legalábbis ebben a pozícióban. Néhány mondatban mondana róluk, mit vár, milyen munkát vár, milyen érdekképviselet mentén. Kern Imre, ahogy én is az előző években közvetve tevékenykedtünk Szabadkai érdekeiben, elévülhetetlen érdemei vannak az Y-elágazás megépítése szempontjából, és ugyanígy a Népszínház munkálatainak a kivitelezése szempontjából is fontos volt a tevékenysége. Az, hogy a mai naptól napi szinten főállásban itt a Városházán fog dolgozni, ez a tapasztalatát, a tudását figyelembe véve garancia arra, hogy a mi ügyeink megfelelő mértékben legyenek jelen a városvezetés tervei között. Ami a tanácstagokat illeti, 3 fontos tárcát irányítanak majd a politikusaink. A mezőgazdasági tárcát továbbra is Bognár Pásztor Hajnalka fogja irányítani, Ercsi Hargita a turizmussal, a befektetésekkel és a nemzetközi kapcsolatokkal lesz, illetve van megbízva, Góli Csilla pedig a kommunális tevékenységekkel és a fejlesztéssel, ehhez kapcsolódik, vagy hozzájuk kapcsolódik a mai naptól Magosi Zsuzsanna, aki a polgármester egyik segédjeként továbbra is a helyi közösségek koordinációjával fog foglalkozni. Mi arra készülünk, hogy nyitottak legyünk minden elképzelésre, minden tervre, hogy elérhetőek legyünk, hogy mindenki fordulhasson hozzánk az ügyes-bajos dolgaival, és egy szolgáltató önkormányzatot képzelünk el Szabadkán. Mi a magunk részéről erre készülünk a Vajdasági Magyar Szövetség színeiben, de bízom abban, hogy a koalíciós partnerek is így tekintenek a feladataikra. Az önök szemében az új polgármester Stevan Bakić elfogadható partnernek minősül, elfogadhatóbbnak, mint elődje? Nekem az elődjével se volt személyét tekintve semmilyen problémám. A Szerb Haladó Párt nyerte meg a választásokat, a Vajdasági Magyar Szövetség jelentősen megerősödve, de a második helyen került ki ebből a megméretésből. Az új városi hatalomnak a gerincét a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotják. A politikában nem szokás és nem megengedett egymás személyi jellegű megoldásaiba beleszólni. A Haladó Párt úgy döntött, hogy Stevan Bakić lesz a polgármester. Az én feladatom a második legjelentősebb önkormányzati pozíciót betöltve ebben a pillanatban az, hogy a szabadkaiak javára vele együttműködjek, és ma reggel az első találkozónkon ebben is maradtunk, hogy partnerei leszünk egymásnak annak érdekében, hogy egy egységes városvezetés legyen, amely nem egymás kárára, hanem a polgárok érdekében irányítja ezt a várost. Köszönjük szépen, hogy nyilatkozott nekünk. Dr. Pásztor Bálint, a Szabadkai VKT elnökével láthattak beszélgetést. A híradót Lobod Árpád tudósította. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt híre jönnek még egyszer, röviden. 2 hónapja nem volt ilyen kevés új koronavírusos beteg Szerbiában. Hivatalosan 57 új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. Mától nyitnak a színházak és a mozik, koncertekre is lehet járni. Mégsem marad el idén a Palicsi Filmfesztivál. A nemzetközi szemlét szeptember 12-e és 18-a között tartják meg. Szerbia 3 fajta védőoltást szerez be a koronavírus ellen, írja a szerb sajtó. Köszönjük szépen figyelmüket! Honlapunkon, a PANON RTV.com-on még több hír, információ várja önöket, de akár műsorunkat is visszanézhetik. További szép estét, viszlát!